adásban külszemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, 7 óra 13 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádion. 2020. június 26-át írunk, 0-30-20-10-9-0-9 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és a mikrofonoknál pedig Ács Gábor és Mihálovics András. Legyen közlekedés? Hát, megígérted. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Hát viszonylag csehül állunk, hiába a felszólítás. A Szerémi út jól járható még, az üreges kőzeteket porózusnak hívják, ilyen például a homokkő, mely Hajdú-Szoboszló határában is található korábbi gázvező. Ez a fő közlekedési információ. Írja a de ez a nem mindegy. Írja a szerelmes fúrós. Húha, na, futár után fúrósunk is van, de jó. Szép jó reggelt kívánok, az M7-es Budapest felé Siófoktól egyelőre üres, főnözni azonban nem javallott, mert esik, írja Ancsa hallgató. Neked van valami? Én igazából a térképeim alapján két olyan zónát látok, ahol a túrások miatt dugulás van. Az egyik a Népliget oldalában észak felé a Hungárián, a másik pedig a szokásos Soroksárin befelé a Haller utca előtt és a Közvágóhíd előtt. Ezek látszanak lassulni. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. A vonalban itt van velünk Andó Gergely, a Közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatója. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! András lelkesen mondta nekem, azt hiszem két napja beszéltünk arról, mert voltak cikkek, hogy hú, de megy ez a három vágányosítás, négy vágányosítás, elkészültek a látványtervei az új vasúti megállóknak, tehát hogy amikor Kelenföldről megy a vonat át, akkor majd ott lesz valami Nádor nevű megálló, valami Danubius nevű megálló, és bekapcsolódik a vasút a város életébe, ilyen hiper-szuper. Már a londoni, hú, hogy is hívják, az állomást, amelyik a Temze fölött van, az a Blackfriars talán. Na, szóval, hogy ilyen egészen ultramodern helyekre képzeltem magam, hogy nálunk is ilyen lesz. Gondoltuk, megkérdezünk téged, hogy hol áll ez, illetve most a budapesti fejlesztések közül melyik az, amik mondjuk látótávolságon belül van, meg melyik az, ami mondjuk még a hosszú évek homályába vész, és még csak épp a terv szintjén. Szóval hogy állunk ezzel a dél-budai vasúti összekötés budapesti tömegközlekedésbe való bekapcsolásával? Itt azért látni kell, hogy létrejött egy új szervezeti egység, ami azt a célt tűzte ki, hogy ezeket a közlekedési nagy beruházásokat, amit a főváros érint, azt ő koordinálja, szemben az eddigi állami nemzeti infrastruktúra fejlesztővel, ami az egész országban látta ugyanezt a feladatot, és ezért lényegesen kevésbé voltak az kommunikációs paneljei a fókuszban. Itt létrejött egy csapat ennél a Budapesti Fejlesztési Központnál, akik nagyon jó marketingérzékkel gyakorlatilag hetente egyszer-kétszer bedobnak egy-egy ilyen csontot ezekről a projektekről, amikor elkészül egy újabb elem. Az pedig azt teszi lehetővé, hogy olyan tendereket, közbeszerzéseket írtak ki, ami heti szintű prezentálást tesz kötelezővé a nyertesektől, mind a tervezőktől, mind a megvalósítható segítőadomány készítése során, így szinte gyakorlatilag majdnem online lehet követni, hogy ezek a projektek éppen hol tartanak az álmok vagy a vágyak szintjén, de a sorsfordító esemény az az lesz, amikor találnak egy kivitelezőt, aki ezeket mind majd jól meg is építi. Ilyen kivitelezési projekt viszont egyelőre még csak kettő van a pesti vasúthálózaton. Az egyik a déli vasúti összekötőhídnek a cseréje. Itt egy koros, több mint 60 éves hídszerkezetet, illetve két hídszerkezetet kell háromra cserélni.
Ez egy 36 milliárd forintos beruházás, de szinte csak is kizárólag a Dunai hídat érinti, az oda vezető vonalszakaszokat nem, és pont erről ezekről a oda vezető vonalszakaszokról, ami egy 6 kilométer, ezekről beszélt neked ezek szerint aki tette, ahol egy 3 megállós új projekt van, illetve 3 és 4 vágányú vonalszakaszok építése, és Ferencváros állomásnál egy átvezetés is, de ez nem csak kizárólag ezt a rövidebb szakaszt érint, hogy Ferencvárostól a Dunáig, hanem azon túl egészen a Népligetig valójában, mert a harmadik megálló már a Népligetnél lesz a 3-as metróhoz adva csatlakozást a Népliget és az Ecseri úti metróállomások felé. Ez nagyon jó hangzik, kérdés, hogy akkor mikor lesz, mikor lehet ebből bármi, mikor valósulhat meg? Hát most ugye még a látványterveknél tartunk, ezekhez keresnek majd tervezőket, a tervek elkészítése egy másfél év, ezek után pedig finanszírozást kell hozzá csoportosítani, vagy EU-s forrásból, vagy nemzeti forrásból, de ez a projekt verseng az összes többi az országban megvalósuló beruházással, köztük a Ferihegyi gyorsvasúttal, ami szintén egy ilyen újabb kétvágányú vonalszakasz építése a budapesti agglomerációban, Kőbánya Kispestől egészen Monorig, és szintén egy olyan kapacitás hiányos környezetben valósul meg, ahol ez a beruházás a vonatok sűrítését teszi lehetővé. Ennél sokkal hamarabb meg lesz Kőbánya felső és a keleti pajudvar között a harmadik vágány, aminek már van kivitelezője, viszont ez a projekt nem tartalmazza még azt az új vasúti megállót, ami a új közlekedési múzeumnál, illetve a Hungária körútnál lenne, az majd egy külön projektben fog megvalósulni, viszont már elkészült új palotán az új vasúti megálló, amit a MÁV saját beruházásban csinált. Na, az meg, hol van? Ahol a 7-es autóbuszok új palota fele közlekedve keresztezik a vasút, nagy körvasutat. Aha. Innen Esztergom felé és Rákos vasútállomásra lenne fél óránként munkanap, hétvégén meg óránként vonatközlekedés. De ha kész van, akkor mi a tadály? Újpest, új palota és Rákos állomás kap, egy Kőbánya kap gyakorlatilag egy ilyen összeköttetést. Itt az akadálya a bevezetésnek valószínűleg a pandémiás helyzet volt, hogy az utasok száma jelentősen lecsökkent, és ezt az attraktivitást egyelőre kevésbé igénylik. Tehát ez kész van, ide már csak menetrendet kéne változtatni, hát és elindulhatna? Úgy van kész, hogy további megállók hiányoznak, hiszen ezt a jól hangzó célt is megfogalmazta ez a fejlesztési központ, hogy a legtöbb vasútvonalon, vagy minden vasútvonalon minden metróhoz kéne csatlakozást adni, de legalább 3-hoz a 4-ből. Itt ehhez még azért hiányzik egy további megálló, ami mondjuk legalább ott a Hév őrsvezértere irányát tenni egy kicsit gyorsabban megközelhetővé az itt vonattal utazók számára. De például vasúti megállót szerveznek a Stadionok vasútállomáshoz is, illetve az egyes metrónak a Városligeti szakaszához. Tehát itt azért egy ilyen fél tucat új vasúti megálló építése az, ami tervben van, vagy szándékban van, és akkor még nem is beszéltünk a 3-as metrónak a Káposztás-Megyeri meghosszabbításáról, és ott egy intermodális P+R parkolós hatalmas komplexum építéséről. Mennyire bonyolult egyébként egy meglévő vasútvonal mellé letenni egy peront, és ott összekötetéseket építeni, hogy le tudjanak ott sétálni a lendi úthoz, vagy éppen a közeli metróhoz? Ez ilyen sok milliárdos dolog, vagy ez mondjuk teljesen változó, és helyszíntől függ, van, ahol egyáltalán nem is lehet megcsinálni, vagy hogy néz ez ki mondjuk a körvasútnál? Hát megcsinálni csak ott nem lehet a jelenlegi szabályok szerint, ahol mondjuk a vasútvonal meredeksége olyan nagy, hogy nem lehetne járművet biztonsággal felgyorsítani mondjuk megállás után. Azért ezeknek a száma ebben a hegyi országban azért viszonylag kevés, tehát gyakorlatilag két billencsfölddel csatákat lehetne művelni az ország területének 95%-án. Ennek örömére az elmúlt 10 évben körülbelül, ha 5 helyen épült új vasúti megálló, akkor talán sokat is mondok, de ha az elmúlt 50 évet nézzük, akkor sem kell megerőltessük a kezeinket, lábainkat, hogy egyesével meg tudjuk számolni ezeket a helyeket. Ehhez képest a városok, településeknek a lakossági igénye az lényegesen megváltozott, ezt a dolgot nem igazán követte le a közlekedési rendszer, Budapesten kívül sem, és Budapesten belül sem,
Itt most Budapesten belül vannak próbálkozások, többek között ide sorolható majd az az alagút is, amit a nyugati pajudvar és a déli pajudvar közé terveznek, és ezek a projektek gyakorlatilag egymást kiegészítőek, tehát mindegyiket meg kell csinálni ahhoz, hogy itt egy teljes értékű hálózat, robusztus hálózat, jó átszállási kapcsolatokkal, úgy a városi közlekedés felé, mint a vonatok között létrejöjjön. Ha ezek csak részlegesen valósulnak meg, akkor továbbra is az a helyzet áll fenn, hogy egyes vasútvonalakról egész jó eljutást adunk bizonyos részére a városnak, más vonalakról szintén egész eljutást tudunk teljesen más részeire a városnak, és ezek a dolgok egymást kvázi most gyengítik, mert aki mondjuk olyan részre akar menni, mondjuk Észak-Budára például, az semmelyik vasútvonalunkkal nem elérhető, akkor jobban jár, ha az ember tényleg egy autót vesz, és zárójelbe teszi a bolygó védelméért folytatott harcot. Na, akkor visszatérve az elejére, most hát nyilván ez nem tippversenyre kérlek föl, de a jelenlegi nagy neki buzdulást látva, szerinted mégis mi az, ami reális, hogyha ez a szándék tényleg komoly, hogy ezek megvalósulnak, illetve melyik indulhat el leghamarabb? Gondolom a kész megállóhoz már vonatot lehet majd tenni. Újpalotán az lehet az első, egy után ez mondjuk... Ez egy üzemeltetési részletkérdés. Uh-huh. Ami fontos, az például a HÉV járműparkjának cseréje, hiszen itt lehet szép infrastruktúrák fejlesztésekben gondolkodni, hogyha a 60 éves járműparkot a hatóság engedély lejárta okán gyakorlatilag selejt sorra küldi. Tehát itt van egyfajta kényszer is. A Ferihegy fejlesztési projektje az egy nagyon előre haladott állapotban van, azt valószínűleg meg kell akkor is valósítani, hogyha nem kezdünk el alagutat fúrni a Duna alatt egy újabbat. Tehát én azt gondolom, hogy itt a olcsón és gyorsan megvalósítható projektek fognak először menni, illetve azok, amit az Európai Unió fejlesztési programjaiba könnyedén illeszthető. Az Európai Unió személyfeltási projekteket elég szűk korlátok között finanszíroz, alapvetően azt a célt tűzte ki, hogy olyan projekteket finanszíroz, amit a nemzeti államok maguktól kicsit kevésbé motiváltan hajtanának végre, úgyhogy itt ilyen ügyesen kellett olyan úgy előadni ezeket a beruházásokat, mint hogyha ezek az áruforozás érdekébe történnének. Itt például akkor itt megint a repülőtéri vasútnak van egy szerencsésebb helyzete, hiszen az a teáramalati közlekedés akadályozók szűk kapacitások kerülnének például felszámolásra. Ez más vonalszakaszok esetén ez kevésbé egyértelmű. Oké. No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy tisztában látunk itt a budapesti fejlesztések kapcsán. Reméljük azért belátható időn belül sokak életén javíthatnak majd akárcsak ezek az új megállóhelyek a meglevő vonalak mentén. Köszönjük, szép napot, jó munkát! Nektek is, sziasztok! Szia, szia! Andó Gergellyel beszélgettünk, tehát a Közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatójával. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.